Hóban ébred, majd az ünnep minden percben nevet ránk. A mobil szolgáltatónak betelefonáltak és e-maileztek az emberek, hogy olyan gyönyörű ez a reklám, és hogy legyen ebből egy teljes dal. És akkor úgy álltak ott, hogy tehát két héttel vagyunk karácsony előtt, most sp mi -sp legyen, ez nincs benne a marketing tervben, <laughs> hát most nem múlti, értették, igen. hogy mi. Persze. És akkor akkor még mindig nem ismerték az arcomat Na, hát ez hozzá. A, igazából a T-mobil reklámig nem fogsz talán megsértődni, de hogy de hogy a hepehupás volt ez az út, de inkább hupás, nem. Hát nem is volt, ezért tartok itt, ahol tartok. <laughs> nem, nem vagyok tudatos. Ebben az országban még nem tudtam még a felét se kiadni magamból, mint ami bennem van. Ebben az országban? Igen. Hogy érted, hogy az ország is Úgy, ér, úgy értem, hogy nem, nem hibás. Nem, a közeg, a közeg. Ez a szóló a palikék világában ezúttal velem, és a mai vendégem hangját szerintem mindenki hallotta már, a beszéd hangját is, és az ének hangját is, egy ideje pedig arc is társul ehhez a hanghoz. Most pedig szeretném, hogyha jobban megismernénk Csondor Katát, Szia, Kata. És össze is foglaltam néhány alapinformációt rólad, jó, csak hogy teljesen képbe kerüljön mindenki. Bólogas, hogyha úgy van, és szólj, hogyha nem úgy van, de szerintem <laughs> egyébként így van. Csondor Na. Kata már több mint 30 éve van a pályán, annak ellenére, hogy még csak 45 éves. Gyerekként kezdett el szinkronizálni, és ezt a pályát felnőttként is folytatta. Így már több száz-tán több ezer filmben és sorozatban hallhattuk a hangját. Az eddigi egyik legemlékezetesebb dal, amely a nevéhez és persze a hangjához köthető, az a t mobile egyik karácsonyi reklámfilmjében felcsendülő, Ad Tovább című dal, aminek szerintem inkább az első két sora az, ami mindenkinek megvan. Segítesz ebben, hogy hogy szól. Hóban ébred, majd az ünnep minden percben nevet ránk így nyár közepén. Hát igen, de meghallja ezt valaki, szerintem azonnal megvan, hogy ezt te Tehát kezdjük akkor az elején jó. Szóval, hogyan csöppen egy gyerek a szinkron világába? Hmm, úgy, hogy én gyerekkoromban először elkezdtem táncolni. Ulma Monika nagymamájánál táncoltam, és onnan volt felvételi a gyerekszínházba, ami a régi Lakner bácsi gyerekszínházának az utódja volt, ahol is minden hétvégén én ilyen kaliberű színészekkel voltam egy színpadon, mint balás Péter, aki például a nagypapámat játszotta, Csala Zsuzsa, Szerencséva, a Balázsovics Lajos, Csonkapici apukája, uh -huh. rövis színész volt. És ebben a gyerekszínházban én mondom főszerepet játszottam, és Kalmár Tibor volt a rendező, ugye a Vidám színpad rendezője, és a szinkronba én így kerültem. Tehát amikor ez 30 évvel ezelőtről beszélünk, nem voltak ilyen gyerekstúdiók, meg mm. semmi, és amikor tudták, hogy ott gyerekek vannak a, a színházba, a gyerekszínházba, és amikor kellettek hangok, vagy szilveszteri műsorba gyerekek, akkor onnan válogattak tőlünk. És akkor én így bekerültem a szinkronba, és ott elég gyorsan, elég ilyen ügyeske voltam, úgymond. Úgy mi, hogy mondták, és... hogy mintam, szép csilingelő kis hangocskája van, nézzük meg, hogy, hogy muzikál, meg mint hogy, hogy hogyan szinkronizál. Igen, hát tulajdonképpen azért ez nehéz, mert én nem, annak idején emlékszem, hogy az Ulma Móni mondta, hogy ő úgy énekelte el azt a bizonyos dalt, amit ő gyerekként énekelte, az írtam a bátyámnak egy, egy dalt. dalt, hogy ugye az édesapja ott volt a rádióban, éppen fölvettek valamit nagy zenekarral, és ő ott volt a folyosón, és akkor mondták neki, hogy jaj, át, gyere, be kell egy kislány itt ezt elének. Mm -hmm. Na most nekem nem voltak szüleim ebben a szakmában, és vagy így kerültél be, hogy tényleg a felmenőid ott dolgozhattak, és ott voltál, vagy e ott miatt dolgoztak. Voltál ott a közelben, igen. És ott voltál a közelben, mert ugye gyerek voltál, vagy úgy, hogy, hogy volt ez a gyerekszínház, és akkor mi ott azért komolyan voltunk kezelve, tehát hogy aztán később a szinkronban is, is ö, az volt, hogy én úgy szocializálódtam, hogy velem úgy viselkedtek a színészek is, meg a rendezők is, rendezőasszisztensek is, mint egy igazi nagy színészem. Ugyanazt csináltam, mint ők, ugyanolyan tempóba kellett. Tehát ott, ö, Hát Ott én egy kis felnőtt voltam. szerint szerintem borzasztóan nehéz. Én egyszer próbáltam életemben, én teljesen belesültem, mert egyszerűen ne, nem tudtam olyan tempóban, és úgy meg mindig elvitt az, amit a képen látok, és nem azt néztem, hogy akkor a szája, hogy mozog, meg akkor a szöveget ugye tartani, és nézni, Igen. és látni. Ezt te hogyan tanultad meg? Úgyhogy szerintem te akkor csöppenhettél bele, amikor már nagyon felgyorsult a szakma amikor még kivetítő volt, és próba volt, és levették az eredeti Hogy hangot, volt. bizony, uh -huh. régi időben, még ugye a Pannonia filmstúdióban ott levették a hangot, megnéztük Némán, rápróbáltuk a Némára, nem volt még Füles, nem volt Füles, Aha. és akkor, akkor utána ugyanúgy Némán csináltuk a szinkront is, tehát hogy nem hallottuk az eredetit, hmm. Mi miközben szinkronizálunk. Most már az van, hogy a fülesbe ott van az eredeti is, és a fél füledet így le, és magadat is picit halljad, mert nem árt, és akkor végig hallod ugye a ritmusát az eredetinek, Abból a szempontból könnyebb, hogy például a zenét is hallod. Tehát, hogyha olyan ö, komoly ö, színészi Az, ugye, feladat van, vagy érzi ugye, érzi a ugye drámai aztán, rész van, igen. sírás van, zokogás van, bármi, akkor el tud segíteni, tud a zene. Míg nem előtte, úgyhogy. Fúlni, ugye, nem csak hogy rengeteget. És akkor visszatérve, hogy azért volt nehéz akkor még ugyanúgy, mert ö, ö, csináltam valamit, és akkor azt mondta a rendező, hogy Kata, ez még nem olyan, most akkor megint nézd meg, figyeld meg, és akkor megint. És akkor addig nézett, nézette meg velem, amíg amíg olyan nem lett, és nekem kutya kötelességem volt, totál ugyanúgy csinálni, mint az eredeti. Most már ez nem annyira követelmény. Ö, mikorról beszélünk körülbelül? Ez a hát 80-80-as 80 évek. évek. Igen, második második 90-es évek de... eleje, Aha. igen. Akkor még egészen más nem is rangja nem is, 90 is 90 volt igen. a szinkronnak, mint ma. Hát ugye ma már hát rengeteg szinkron készül ahhoz képest, mint igen. mondjuk Igen, hát akkor, akkor egy darab csatorna volt, vagy talán kettő. Igen, meg mozifilmek, de igen, igen. Hát most igen. megvan a száz csatorna, és mindegyik magyarul beszél, meg még a streamingek is, meg mindent. tehát valami elképesztő dömpingben készülnek a szinkronok. Na de akkor ez valójában milyen rangot jelentett? Hogy érezted? Olyan rangot jelentett, hogy abban az időben az országban ezt mondjuk csináltuk hárman-négyen gyerekek. gyerekek. Tehát, hogy, hogy az volt, hogy én ebből annyit éreztem, hogy hogy az iskolában mindenki tudta, hogy én ezt csinálom, és ebből a szempontból én valamelyest olyan kis különlegesnek számítottam. De én, én szerettem mindig megmaradni ilyen átlagos gyereknek, tehát nem szerettem, hogyha, mert azért a gyerekcsoportokban nem jó, hogyha kilógsz. Hát tehát. Igen. tehát, az jó, hogyha olyan, olyan vagy, vagy, mint mindenki. Igen. És akkor ezt, nem is nagyon beszéltem, de, de szerettek az osztálytársaim mindent. És hogy lehet úgy megmaradni gyereknek, hogy ahogy mondtad is, felnőttként kezeltek a szinkronban. Igen. A rendezők is, a színészek is. Tehát akkor... Megtegezhettem őket. Igen, és attól mindenkit. nem, hogy mondjam, nem szálltál el, vagy nem, vagy, vagy nem, nem feladat az volt. Nem, nem. Annyit érzékeltem, aztán később felnőttként, hogy hogy nekem olyan gyerekkorom, hogy lementem a térre, és akkor órákig nem csináltam semmit, vagy bandáztam, vagy olyan nem volt. Tehát én a, az iskola után vagy mentem a táncórákra, vagy a szinkron stúdióba. Wow. És akkor ott tanultam a szünetekbe. Tehát, hogy rengeteget tanultam a stúdiókban, és, és szóval hogy nem tudom, hogy más mit csinált ez idő alatt, de hát nyilván, a, hát, mondjuk, adalom, aki játszott, meg sportolt, az sportolni játsz, sportol, járt, szóval, szóval ez olyan külön órának számított. De arra emlékszem, hogy elkezdtem zongorázni, tanulni, és hegedőni tanulni is általános iskolába, mert már akkor éreztem, hogy a zene az szeretném, hogyha közelebb lenne hozzám. És nem, nem tudtam, tehát azt már nem tudtam bevállalni, hogy szolfés óra, hogy a hangszer óra, mm, meg nem a nem tudom mi zenelmélet, ja. mert a szinkron elvitte az összes időmet. És pénzt is kerestél vele? Igen. A gyerekként is? Igen. És jól? Akkoriban azt gondolom, hogy igen. És az a baj, hogy ezek a gázsik megmaradtak. Ja, hogy majd, majd Vagy is elvittek. Igen, de ez nem vicc, hm? tehát 30 éves. Hát ez, dolgozunk. Hát nem vicc, igen, ez nem vicc. Tehát én tökre elmerem mondani, hogy van egy ilyen alap, bér, bemész, és mondjuk egytől tizenkét mondatig uh -huh. elmondasz valamit, de lehet, hogy ez tizenkét mondat, ez tizenkét oldal, mert hosszú. tehát hogy akár lehet egy hümmis, is, de lehet egy hosszú monolog, és akkor 3500 forint. Ma is? <laughs> hát az ma már már, semmi nem elég körülbelül. Igen. De mondjuk akkor meg... Na jó, lehet, hogy négy ezer. És azt a gyerekként eltetted, vagy magadra költötted? Akkor nem szüleide... volt három az egy kicsit jó. kevesebb volt. Gyűjthettem. Uh -huh. Gyűjtöttem. És akkor az jó volt, hogy igazából mindig az épült be gyerekként, hogy amire vágytam, azt meg tudtam venni. Uh -huh. Tehát, hogy nekem kellett egy nagy svacsóra, <laughs> a falra. Tehát, hogy, hogy igen, volt egy nagy falióra, és az nagyon-nagyon nagyon különleges volt, dolog nagy el volt. El el el. El. És akkor úgy volt, hogy nem vettem meg, de megvehettem volna. Aha. Tehát, hogy, hogy jó, az úgy, úgy jó volt. <laughs> és kikkel dolgoztál együtt, milyen nevekkel a Mindenkivel. Annal. Mindenkivel. mindenki. emlékszel? Tehát a Kránic Lajos, a Tolnaik Lári, bácsi, minden. Minden nagy konvilmos, tehát hogy nagy, nagy nevekkel. És az az érdekes, hogy nagyon sok mai színész ö, bejött főiskoláról a szinkromba, és én már ott voltam, <laughs> és mellettem tanultam meg a szakmát. Aha. Tehát, hogy, tehát, hogy ide én már ott voltam, tehát sokan, Stolbuci. Tehát, hogy <laughs> emlékszem, hogy így kijöttek a, a főiskoláról, vagy a Klaudia, a Liptai Klaudia, amikor még ugye szinkronizált. Hát én miott, én a gyerek voltam, és akkor én csináltam és a gyerek szerepeket, és is, akkor ők meg abba? becsöppentek akkor oda van. a főiskoláról. Igen. Ö, ahogy felnőttél és felcsöperedtél, az egyértelmű volt, hogy te ebben a világban maradsz, vagy próbáltál valami mást keresni, utat? Ö, volt egy olyan, hogy hát elvégeztem a tanítóképző főiskolát, az elt a tanító képzőjét és ott az utolsó vizsgán az irodalom vizsgán megkérdezte a tanár szóbeli volt, hogy mit keresek én itt, tehát hogy, hogy nem beszéltünk soha, de ott a vizsgán megkérdezte, hogy tehát látja hogy belőlem soha nem lesz tanítónő. Tehát mi, mi, minek jöttem én ide? Tehát, nem. hogy igazából nem, próbáltam nem valamit. Ja, mentem oda is, csak nem vettek föl. Hányszor? Azt hiszem háromszor, de megmondom őszintén, hogy én se vettem volna föl saját magamat. Mert... mert nagyon zöldfülű voltam, én nagyon későn érő típus vagyok. Mind, a minden szempontból, a hangoddal már bánni, De hát pont, de az, nem az pont nem jó. Az pont nem jó. Tehát, hogy pont ilyen lett... Tehát, a nulláról. Tehát, hogyha bekerül valaki, akkor minden, amit már eddig épített föl magában, akármilyen eszköztárat, azt ők lerombolják. Mm -hmm. Tehát, hogy, hogy a kezdetektől tanítják a, az embereket, és és lehet, hogy nem, én én se vettem volna föl magamat. Őszintén megmondom, tehát, hogy nagyon félénk voltam. Félénk. Kell egyfajta érettség oda. Hiába. Tehát, hogy nem 18 évesen kell oda menni. Ez most lehet, hogy furcsa hangzik, de, de ri, ritka az, akit elsőre Aki egyébként felvesznek. Van olyan is, Úgyhogy én aztán nem... Ez az útkeresés igazából addig zajlott, amíg azt nem mondta a tanítóképzőben a tanárod, hogy igazából mindenki... Nem, két nem két volt ide. útkeresésem, mert mert igazából csak egy diplomát szerettem volna, mert én mellette ott voltam az új színházban, meg a Nemzeti Színházban stúdiós uh -huh. voltam. Uh -huh. És akkor ott mi tulajdonképpen úgy voltunk kezelve, mint ha főiskolások lettünk volna. Tehát, hogy ott minket tanítottak. Uh -huh. Nagy Zoli például volt a mesterségtanárunk, meg szóval, hogy ott minden. Ott volt egy képzés, és közben darabokba játszottunk. Ez talán még ma is létezik a Nemzeti Szintes Stúdiója, úgyhogy ez egy rangos hely volt. És akkor ott már nekem hiányzott a szinkron, mert onnan nem engedtek szinkronizálni minket, és hát én úgy nőttem fel, hogy állandóan szinkronizálok, és nem engedtek. Ez, ez nekem hiányzott, és abban az időben éreztem, hogy szeretnék énekelni. Aha. Erősebben. És akkor felnőttként szinkronizálni, az mennyiben más, mint gyerekként? Van különbség? Nekem volt. Én egyébként éreztem magam on, úgymond ilyen szintlépéseket. Aha. Szóval, ahogy így értem, meg így nem tudom, akkor így éreztem, hogy színészileg is másképp állok hozzá egy-egy szinkronhoz. Hogy, hogy már valami, már úgy. Például voltak nehéz dolgok gyerekként, amit később felnőttként, így sikerült meg, például a nevetés. Uh -huh. Tehát nevetni. Hát kacagni. és úgy, és ahogy, a, vász, a ahogy valaki ja. csinál, tehát nem úgy, hogy te akarod, és ez mindez gyerekként. Például azzal, én emlékszem, hogy azzal volt ilyen fajta küzdésem. Most és mát, akkor... bárhogy tudsz nevetni. Bárhogy. De jó. <laughs> Ez egy jó. <laughs> és hogy van még? Hát minden, minden. Én bemegyek a szinkron stúdióba, és megfeledkezek önmagamról. Tehát, hogy az ego az ott nincs, azt sem, hogy hogy hívnak, és olyan szinten ráfókuszálok ö, az adott színészre, hogy ő, ő milyen, hogy át teljesen átlényegülök. Tehát, hogy akkor, akkor úgy könnyű. És szokták kérdezni, hogy jaj, beszélj így, ahogy meg úgy, meg amúgy, nem látom. Ha nem látom, mm -hmm. akkor az nincs elmentve. Nekem ott alakul ki abban a, a munkafolyamatban. És manapság, ahogy beszéltük is, hogy mennyire fölgyorsult ez is természetesen, és hogy hát szerintem ahhoz képest, ahogyan kezdted, iparszerűvé vált, ebben is megvan a helyed? Meg tudod találni még azokat a kis pontokat, amikor bele tudsz rakni akár művészi értéket is egy-egy szinkronba? Ö, igen, mert azért vannak még rendezők, akik ö, rendeznek, Uh, és uh, most például uh, a legújabb Scarlett Johansson filmet is uh, én csináltam, és uh, most az egyik, pont az egyik hangmérnök rám írt, hogy épp keveri, és hogy úristen, hogy mit hallott, és nagyon gratulált, és akkor megbeszéltük, hogy igen, mert Kristóf hagyott szárnyalni, mm -hmm. vagy ő mondta, hogy szárnyaltál, vagy luvickoltál, és ő igen, hogy a rendező hagyott, és hogy uh, és hogy szóval ez egy nagyon jó ilyen műhely munka. Tehát, és ráadásul Scarlett Johansson csak Garlandot játszott. Uh -huh. Tehát nagyon érdekes, oh, hogy, 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 hogy még volt benne egy Igen. ilyen csavar, és és, és és vannak ilyen feladatok, kevés már. És akkor van, amikor csak darálod? Ö, úgy soha nem darálom, mint, mintha mondjuk egy ilyen generál hangon, géphangon, de, 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 de van, aki igen. Aha. Tehát úgy könnyű, tehát úgy könnyű próba nélkül szinkronizálni, hogy, hogy beállsz egy ilyen generál hangra, és akkor mindent ugyanúgy mondasz. Van erre is példa. Mm. És én ezt nem szeretem, nem is csinálom soha. Inkább akkor többször fölvesszük, mert lehet, hogy technikailag nehezebb, amit én csinálok, de, de nem, nem könnyítek magamon, nem, mm. soha. Az éneklést ugye említetted, hogy, hogy, a fiatal felnőtt korodban jött az elő belőled, hogy a zenével is szeretnél, vagy az énekléssel is szeretnél foglalkozni. És hát figyelj, igazából a T-Mobile reklámig nem fogsz talán megsértődni, de hogy, de hogy olyan hepehupás volt ez az út, de inkább hupás, nem? Hát nem is volt, hát úgy hát, igazán, igen. persze. Hát, hát az akarat benned volt, azt tudom. Nem titok, Viszont... hogy gyerekkorunkból ismerjük egymást, és én emlékszem, sőt voltam is szerintem fellépésedem, sőt biztos, hogy voltam. Aha. Voltam, igen, Aha. a közös barátainkkal. Tehát hogy én tudom, hogy, hogy, hogy te ezt szeretted volna, és igen. csináltad, és akartad, és próbálkoztál, de ne, valahogy nem jött meg. Az a, vagy nem jött el az a pont, igen. ami az áttörést jelentette volna. Igen. Um, Egyébként a karácsony dalom szempontjából nem jó, hogyha mindig említve van a, a mobilszolgáltató cég, mert egyébként még mindig azt hiszik sok szerkesztő, hogy ez reklámdal, de már nem az. Ez úgy indult, és ez fontos egyébként, hogy ez már az a, ilyen karácsonyi himnusz lett. Tehát, hogy az emberek igen, olvastam, már nem tudják, hogy mihez kötődik. Hogy, hogy több mint 700 kv készült belőle. Nem, Tehát, nem, nem, csak a feldolgozás. Igen, igen, több mint 20 millió az összmegtekintés a YouTube-ban. Ez a legtöbbet dal. feldolgozott magyar dal az interneten, azért igen. ez egy érdekes dolog. Hát igen, az Tehát, hogy betalál. kórusok éneklik, kicsik, nagyok, kórusok. Hát, <laughs> Tudom, a kérdés. Amikor te fölénekelted ezt, akkor te tudtad, hogy ez ennyire jó? Ez is egy érdekes volt, mert közönség kérésre készítettük el. Tehát ez addig csak egy reklám négy sor volt, Értem. és a teljes dalt úgy készítettük el, hogy akkor még nem volt Facebook. Uh -huh. YouTube volt csak. és És a a mobilszolgáltatónak betelefonáltak és e-maileztek az emberek, hogy olyan gyönyörű ez a reklám, és hogy legyen ebből egy teljes dal. És akkor hogy álltak ott, hogy de hát két héttel vagyunk karácsony előtt, most, most mi legyen, ez nincs benne a marketing tervben, <laughs> hát most Te nem értették, hogy mi, persze. Igen. És akkor akkora volt a nyomás, hogy az emberek akarták, kértek, hogy jó, hát akkor irassuk meg a szerzőkkel, Madarász Gábor, Szabó Ágnes, és akkor jó, Kata, akkor énekelt föl az egészet. Jó, félnek. és akkor most mi legyen vele? Hát akkor fölteszi a, a saját weboldalára a mobil szolgáltató, és akkor azt vettük észre, és onnan kezdődött a, az élete, hogy már 80 videót készítettek rá a, a YouTube-ra, tehát ilyen téli csengő hangnak töltik le. Már, már száz már nem tudom, és akkor akkor még mindig nem ismerték az arcomat Na, hát ez hozzá. Az, ez tehát ez az olyan siker volt, olyan közönség siker, amit nem egy kiadó akart, mert akkor más lesz a politikája a dolognak hanem ezt a közönség akarta, és akkor kezdték a, a saját videóimat is így nézegetni az emberek, de és akkor a... Elkezdték a elkezdtek engem megfigyelni. A, a, hogy a dallal hú, a nevedet, így, aztán hogy... a nevedet az arcoddal, de azért ez neked nem zavart, hogy, hogy úgy lett egy slágered, hogy igazából nem tudták, hogy ki vagy? Nézd, akkor még nem zavart, mert azt gondoltam, hogy innentől kezdve majd biztos, hogy nagyon sokan fognak telefonálni, és, és csöngni fog a telefonom egész nap, hogy, hogy majd, biztos, hogy történik majd valami, de úgymond úgy nem történt. Tehát nem lett menedzserem, nem lett kiadóm. És ö, a következő évben megint felkértek egy karácsonyi dalra, most már teljes dalra, ez volt a Fényből Szött Új Világ, hogy akkor ezt énekeljem el megint. És akkor azt mondtam a Madinak, a Madarász Gábornak, hogy jó, most már van két nagyon gyönyörű karácsonyi dalom, csináljunk egy karácsonyi lemezt. És hát akkor logikus. én én vele megcsináltam egy lemezt magánkiadásba, mert nem akarták a kiadók, nem, nem Mit vállalták mondtak, be. Hogy miért nem? Ö, azt mondták, hogy akkor, ha beszáll a mobilszolgáltató pénzzel, ja, de ja, a ja. mobilszolgáltató azt mondta, hogy ő nem lemezkiadó, tehát uh -huh. ő, őnt köszönjük szépen, ő nem ezzel van. szeretne foglalkozni. Hát és akkor ez egyfajta fura csapda is nem? Igen. Ez, az egy, értjük, ez hogy egy fura hogy ez volt. ma már nem egy reklámdal, hanem egy reklámdalból reklám reklám indult új teljes dal. Igen. Tehát, hogy igen. És hogy csak hogy ezért... megcsináltam, csak hogy ne felejtsem el, aztán kérdez nem, bármit nem, 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 csak. a lemezt a modival. És az viszont olyan sokat fogyott, uh -huh. hogy nekem az csilla mondta, hogy Kata, több ö, lemezzet, lemezt adtál el a karácsonyi időszakba, ami egy rövidített időszak, tehát két hónapról beszélünk, mint én a negyedik lemezemből egész uh -huh. évben. És így fonogramjelölést is kapott a lemez. Tehát tulajdonképpen az eladott példányszámok alatt alapján így lett egy fonogram jelölésem, de csak jelölés, mert ah, azt, ne, hát azt az az nem azt nyertük ne meg. Az de meg ez, volt, ez egy uh -huh. nagy siker volt akkor. Mit teszel meg Nekem? azért, vagy mit próbálsz <laughs> megtenni azért, hogy végérvényesen az arcodat is össze tudják kapcsolni a hangoddal, nyilván a beszél a is, de főleg az ének hangoddal, tehát hogy, hogy van-e valamilyen stratégiád erre? Hogy... Nincs, nem is volt, ezért tartok itt, ahol tartok. Én nem, nem vagyok tudatos, nem épít, én, nem, én nem, nem vagyok tudatos ember. Tehát, hogy sodródom, és ö, sokkal tudatosabban lehetne ezt a dolgot csinálni, de én nagyon bűvészlélek vagyok, és nagyon, ha felkérnek egy feladatra, akkor teszem a dolgomat. De amúgy ö, nem, Nézem, hogy most oda jól lenne bekerülni, mert uh, 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 uh. egy dolgot állítólag rosszul csináltam, hogy például a barátok közben megkaptam egy főszerepet, és akkor én azt nem vállaltam el. hát és azt miért nem vállaltad el? <laughs> mert akkor csináltam a lemezt. Aha. És nem lehetett volna összeegyeztetni, és aztán az Peller annak kapta meg azt a szerepet, és brillírozott benne, és. Um, és akkor úgymond képernyőn lehettem volna, és aztán onnan lehet, hogy egyszerűbb lett volna az utam, vagy nem tudom. De én akkor úgy éreztem, hogy, hogy én nem érezném magam jól, ha nem azt csinálhatom, amit éppen én a, a szívem szerint szeretnék. Azt és mondtad és az előbb, én hogy én ott tartasz, volt. ahol tartok. De akkor szerinted te hol tartasz most? Hol tartok? A karriert szempontjából. Én... Azt tudom, hogy, és le, hogy lehet, hogy furcsán hangzik, de hogy ebben az országban még nem tudtam, még a felét se kiadni magamból, mint ami bennem van. Ebben az országban? Igen. Hogy érted, hogy az ország is Úgy, hibás? úgy értem, hogy nem hibás. Nem, a közeg, a közeg. Ö, úgy értem, hogy ö, például én itthon tökre hiányolom a, a zenei palettára a beyoncé meg a sakirákat, meg a táncos, az, a táncos énekes produkciókat. Uh -huh. Én táncoltam, é, és nekem, nekem, ez, ha színpad és éneklés, akkor az egy, az egy táncos. De erre még, szóval erre nagyon kevés helyen látok példát. Talán a Starborn láthatunk ilyen produkciókat, mm. hogy, hogy, ott, ott, ott. Hát ott kell. De még Ura talán is, ott nem sem, nem. mert igazából koncert jelleggel nem. Tehát, hogy, hogy ez most a fajta Most azon show hogy olyan mennyire nekem. fog megsértődni ezen Zséda, vagy, vagy Radics kiki, vagy bárki azok a közül, Zséda ilyet. Mondjuk, ha, igen, igen, a igen, igen, De aztán most már nem, de, azt gondolom. hogy, vartam, úgy, igen. de úgy, úgy masszívan. hogy, És te olyan lennél? Olyan szeretnél lenni? én azt tudnám csinálni, tehát, hogy legalábbis tudtam volna a fiatalabb koromban, tehát, hogy mivel táncoltam. Jó, de, de hát, hát a ez, csomó ez, ez, minden kicsit később jött az életedben, mint, mint másoknak, szóval, hogy... Én abszolút későn érő típus vagyok, de, de ez, ez egy olyan dolog, hogy nekem az a fontos, hogy feladatot kapjak, tehát méltó feladatot kapjak, ahol én, én mindazt, ami, amihez van képességem, azt én tudjam csinálni. De az összes többi, ami ezzel együtt jár, ö, a, a menedzseri feladatok, meg a minden, azt nem, az nem az én vérmérsékletem. Mégsem ábrándulsz ki ebből a világból. Nem, nem, mert ö, ö, nem tudom nem csinálni. Tehát ugye ez már bebizonyosodott, hogy, hogy mindig valami új dalon dolgoztam, akkor, ahhoz csináltunk egy videoklipet, tök mindegy, hogy nem annyi emberhez jutott el, akkor is megcsináltam. Tehát, hogy nem tudom nem csinálni. Hm? Ö, akkor sem, ha bárki bármit mond, vagy jöttet, hogy, hogy ö, egy szufi arcelemző azt mondta, hogy az arcom Csata. szufi arcelemzés. Azt mondta, hogy az arcom vonásaiba az van benne, hogy én életem végéig a művészetemből fogok megélni. Tök jó mondom, akkor, akkor ennyi. Akkor ennyi. De közben hát arra, hogy sokkal többen lássanak, még többen ismerjenek? Ö, nem így fogalmazom meg, de alapvetően a, ahhoz, hogy én csinálhassam azt, és méltó feladatokat csinálhassak, azt veszem észre, hogy ahhoz az kell, az, az, az lételem, hogy neked nem hány százezres követőtáborod legyen, holott ez az egész követés dolog pár éve kezdődött. Mm. Tehát csokolom, akkor mi van azzal a sikerrel, Amen. amit én mondjuk 30 éve csináltam, vagy nem csak sikerrel, hanem tényleg az a több száz film, vagy azok a. a, a hát, most, most, lehet látni, hogy például olyan rajongott tábora van némelyik mesémnek, hogy most találkoznak velem a social felületeken, és nem győznek hálálkodni, hogy mit kaptak tőlem, hogy most a gyerekeik is ezen nőnek föl. Hát meg azért a TikTok videóid hogy is öm... nagyon mennek, igen, például ott. A, a barbisok. Például ott, és a barbis például. Tehát én most... A barbi Tíz év hihánba. múlva látom azt, most tudnak hozzám szólni, mert eddig nem tudták kikapcsolni a tévét, és írni a tévére, hogy te, Kata, olyan jól szinkronizáltál. Tehát, hogy most tudnak. És de közben meg úgy meg... Én úgy szoktam mondani, hogy az emberek szívébe vagyok benne, és nem a követő számokban. Tehát a karácsonyi... Dagen... Nézd, hogyha, hogyha a karácsonyi dalomkor lett volna követés, hát akkor biztos, gyűjtés, akkor, volna. akkor, akkor, akkor igen, de hát mondom, még Facebook se volt, igen. tehát ez egy másik, és az a rossz egyébként, hogy, hogy tényleg az rossz, hogy manapság kimondhatjuk, hogy, hogy itt mérik az értéket a követő számokban. Mérik le, hogy, hogy te sikeres vagy-e, vagy nem. Te miben méred a saját sikeredet most, manapság? Hát azért az, ami most itt a, ta a takarásban történt, hogy ö, ö, odajött hozzám a Szilvi, és... Barta uh, Szilvi? Igen. Aki, mert a Barta van a felvétel. Oda jött hozzám, és hogy melyik dalom a kedvencem, és nagyon szereti az, a hangomat, a teleimat, és kikeresi a YouTube-ról azt a dalt, amit, ami csak a lemezem van fönt, soha nem volt rádióba, Szerintem alig van nézettsége, tehát hogy nem egy rádió barátdal, de egy rendkívül megható dal, és azt így elindítja, hogy neki ez. És lám, azért eljut az emberekhez, tehát hogy... És nem tudtuk elkezdeni a forgatást, mert végig kellett hallgatni a dalt, és mutatta neked is, hogy ez, ez, ez. Igen. Szóval, hogy, hogy így meglepődök, hogy akkor még egy, egy csomó jó... jó dal. Illetve még az, hogy nem tudom, mennyi időnöm, még. Hogy ö, azért történnek velem érdekes dolgok. Tehát most történt velem egy Los Angeles-i munka. És azért ott arról nem hallottál semmit? Dehogy nem, csak akarom, hogy te szóval mondd. Az, Igen. az úgy, úgy Hát az, az, elég menő. Hogyha elmeséled, akkor szerintem mások is ámulni fognak. De, de még akkor is jó, hogyha hogyha így marad, vagy, mert azért én nem dédelgetek jó ábrándokat, de, de azt történt, az történt hogy, hogy a Bosszúállók című dalomra felfigyelt a Los Angelesben élő Comba Imre, ő egy zeneszerző, producer, és ismertük egymást, mikor még itthon élt, és, és azt mondta, Kata, ez nagyon jó ez a dal. Nem akarod megcsinálni angolul? És akkor mondtam, hogy jó, hát, jó, oké, de minek? És akkor azt mondta, hogy tök jó filmzene lehetne. Uh -huh. És és akkor azt mondtam, hogy hogy jó, de de olyan ember írja az angol szöveget, aki nem magyar anyanyelvű. tehát tök jó lenne, hogyha egy akkor persze, akkor szólt Michael J. nek aki Celine Dion szövegírója, Top Gun szövegírója, Michael Bublé, Kylie Minogue, és meghallgatta a dalt, nagyon tetszett neki, megnézte az anyagomat, és azt mondta, hogy most bublé ír egy dalt, de hogy ha egy hét múlva hozzá tud kezdeni, az jó lesz-e? És akkor kivártad azt a hetet, gondolom. <laughs> jó, igen. És akkor ebből az lett, hogy írt egy csodálatos szöveget, az én magyar szövegemre. Alapján, alapján igen. igen. És akkor Imi pont itthon volt, tehát ki se kellett utaznom, bementünk a stúdióba Imivel, Skype-on becsatlakozott Michael, hogy a kiejtésemet, vagy mert ő is azért producer is, tehát hogy úgy benne legyen a dologba. Itthon volt hat óra, ott nál a reggel kilenc, és akkor ott vannak a Eminem aranylemez mögötte, meg a minden, és Sálló akkor... Lehetett. És akkor, hogy há, ja, egyébként erről tévés forgatás is volt, tehát ez elég, elég jó kis sztori volt és akkor beköszönt uh, a tévének, Michael, Vasheim, my Michael Los Angelesből, és akkor uh, közölte, hogy nem hallatszik a, 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 az akcentus, It's tehát okay. amikor a, éneklek angol, akkor nincs akcentus, és hogy ez milyen jó, és annyira, de annyira tetszett neki, hogy nagyon sokat dicsért, elkezdett hasonlítgatni az Aretha Franklinhez, meg a Tina Turnerhez. Tehát, hogy na, ezt el szoktam mesélni, hogy leállítottuk, mondom, hogy jó, akkor most álljunk le, és kivittem ilyen remegő kézzel a telefont, és mondtam neki, benyomtam a recept, és mondtam, hogy Michael, légy szíves, ezt mondd el még egyszer. <síns> és föl, és elmondta, hogy, hogy van, volt olyan frazírodó, hogy tök olyan voltál, mint az Aretha Franklin, és és, oh. -nek. és mi lesz a sors ennek a dalnak? És uh, filmzenének uh, szányuk szánják, és akkor most uh, én szeretnék hozzá egy videoklipet csinálni. Most az van, hogy várjuk azt, a, tudod, azt amihez pont illik a szöveg is, meg a dal is, meg a, a zene is. Egyébként hát, Vigarnold írta a, a dal. Is, Vig írta a dalt. Ezt okay, el bocsánat, kell mondani. Vigarnold, igen, de, de hiszel benne te is, hogy ez összejön, nem? Ö, én úgy úgy gondolom, hogy ö, esélye, Nincs rá. Tehát, hogy azért valljuk be, hogy az egész világból, ilyen hány, kisítő? várjál, hogy hányan szeretnék a zenéiket filmzenének eljutatni. Millió, Igen. naponta millió Igen. dal. Tehát, hogy, De miért ö, naponta tiéd lenne? A... Hinni kell benne. Tehát, hogy ezen próbálok dolgozni a hitemen, hogy ezt, hogy ezt próbálja meg ezeket így elhesegetni, és hogy higgyek benne, hogy nem véletlenül Találtak meg, és dolgozhattam, mert azért el kell mondani, hogy egy kétszeres gremidias hangmérnök keverte a dalt. Mm. Tehát, hogy gremidiasokkal díjasok. Hát minden adott dolgoztam. Ahhoz, hogy ez egyszer csak ott valahol valamilyen filmben feltűnjön, és akár világsláger legyen? Ö, én annak, annak is örülnék, hogy nem a top filmbe, de valamilyen filmbe, a... egy produkcióba bekerülhetne, vagy sorozatba, vagy bármi higgyünk benne. Nem ártana benne. egy magyar siker végre ugye, az országnak. Tehát, hogy így higgyünk igen. benne. Higgy higgyünk higgyünk persze. benne, de igen, mind azoknak igen. is, akik azoknak igen, a csodás igen, művészeknek is, akik szeretnének, mert azért vagyunk egy páranénekesek, akik itt van a Gigi is, aki szeretne Amerikában is, én benne is nagyon hiszek, és drukkoljunk. Tehát, hogy sokan, mindannyian drukkoljunk ezért, hogy, a, hogy, hogy megismerjenek minket, hogy mi ugyanúgy tudunk, mint ők akár. Egyetértek, és drukkolok, és hiszek <laughs> én is. Jó, <laughs> Jó. benned, és a dalban Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és örülök, hogy kicsit jobban megismerhettünk. Én is nagyon köszönöm. köszönöm. 98.6 FM. Élet, öröm, zene. Iratkoz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.